Sziasztok! Ma folytatom a Medieval 2 Total War spanyol hadjáratomat, és itt maradtam ugyebár, hogy hát próbálok terjeszkedni keleten, plusz megjöttek a mongolok, és el akarom venni Jeddát, ugyebár a velenceieknek sikerült elfoglalják. Na de mindegy, nekem kell Jedda és a török területek. Nem sokára elkészül a sereg, hogy el is foglaljam. Ó, Roy a keresztes vitéz, wow, majdnem maximális lovagiasság. Az igen. Nem rossz, ugye bár jól emlékszem, ez a csávó rengeteg keresztes hadjáratban vett részt. Vagyis azt hiszem eddig mindegyikben, vagyis majdnem. Na jó, ezeket a blázdókat itt végezzük már ki. Ja. Fosztogatnak Párizs területén, így kevesebb a bevétel Párizstól. Ezek voltak még annó a francia nemesek, meg a sereg. De ugyebár legyőztük a franciákat. Na várjunk, elől vannak ezek a csapatok, kb. Innen. Aha, ez az első sor. Írtó jók ezek a lovagok. Santiago-i lovag. Aha, lőnek ránk. És jó párat le is szednek. Van két tábornoki testőr, azokat meg kéne ölni. Ám bár, ha nem is öljük meg őket, ugye bár így is megsemmisülnek, mivel lázadók. Valójában így is úgy is végük van. De ha megölnénk, az jó lenne. Azaz. Jó pár Santiago-i lovagot elveszítek, ugye már őket küldtem előre. De kezdik feladni. Unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Az egyik hadvezér próbál elmenekülni. Meghalt. Az egyiknek annyi. A másik oda ment. Át kell képeznem ezeket a katonákat Angersben, és hát egyelőre nem üzenek hadat az angoloknak, de hogyha németekkel végeztünk nagyjából, akkor igen. Szép volt. Ja, ez ennyi. Hát azért jó pár katonám meghalt, de
Annyi a lényeg, hogy győztünk. És megsemmisültek a lázadók. Pajzsos számszerű jászok, azok nagyon jók. Képezzünk le párat. Nincs sok pénzünk, na mindegy. Igen, a Palermón át akarom képezni a sereget, és megszállom Itáliát. És végzünk velük. Na de azt hiszem akkor körváltás, ám bár... Várjunk? Ja, igen. Vannak itt még a kóbor hadvezérek? Na jó. Na ja, gondoltam. És megint kitámad. Na! Jaj, ne már! De... Hogy adhat az automatika... Nem, nem már automatikázáskor, hogy nem kapunk erősítést? Ez olyan... De miért történik ez meg? Ezt sose értettem. Ugye ez valójában miért történik meg? Oh, hello. Nem a legjobb arány. Szóval, hogyha lejátszod a csatát és nem jön erősítés, az megtörténik. De automatikázáskor, hogy ne csatlakozzon be az erősítés, miközben rányomsz az automatikra, azt nem értem. Szóval erre nem jöttem még rá, hogy a francba nem kapunk erősítést. Hiszen automatikázol, olyankor lényegtelen az, hogy hol van az erősítés, meg hogy milyen messze, vagy hogy dombon vannak, vagy hegyen kell átjöjjenek, lényegtelen, mert olyankor nem számít az, hogy fel kell menjenek, ugyebár egy dombon még az erősítésed beérkezik, és akkor kifáradnak, szóval, és mi nem számít automatikázáson. Ezt sose fogom megérteni. Hogy a fenében működik ez valójában. Hogy miért van az, hogy párszor nem kapok erősítést, miközben automatikázok. Na de hát, ahogy látom, ezek megpróbálják lerombolni itt a falakat, tornyokat, szóval még beérkezik az ellenség, addig a felvétel leáll. Na hát nagyjából itt az ellenség. Jönnek a milicisták és a számszerű jászaik. Ja, köcsök számszerű jászok. Genovaiaknak nagyon, és a milánóiaknak rendkívül jó számszerű jászaik vannak. Már a köcsög lövi a feudálisaimat. Meg kell kerüljük őket. Hűha! Nem lesz olyan könnyű lenyomni ezeket a milicista számszerű jászokat. Mázlin van ezzel a párral, nyergeletlennel. Hey! Francba. Mi az eget csináltok? Oh! Ez komoly! Ti gyáva kis gecik. Lol.
pray the course of this battle changes, because defeat seems all easy. Way for a true son of God to behave. Hadd vezérem is elfutott, lol! Hát ez a hátba támadás nem jött össze. Our general shames us all. He flees battle while his soldiers still fight. Infamy will be his always. Hát ez nem úgy jött össze, hogy kellett volna. Simán levágnak minket, vagy lenyilaznak. Wow! Az a legbrutálisabb, mikor közel harcolunk velük, azt ránk elkezdnek lőni, basszus. Az nagyon csúnya. I pray the course of this battle changes, because defeat seems almost certain. Oh, meghalt. Our general lies slain upon the battlefield. Ah. Szép volt, megtörték őket. Vissza a főtérre. Húha! Na ja, közelharcban is nagyon erősek a genovai számszerigyászok, és távharcban még jobbak. Rendkívül erős egység. Na de hát ahogy látom, nem akarnak támadni, szóval felvétellel még megindulnak, mivel én nem tudok támadni, szóval hogyha támadok, akkor katonák feladják, hogyha ők támadnak, akkor megölnek minket, szóval egész addig még lesz valami felvétellel. Na hát srácok, nagyjából lejárt az idő, és az ellenség nem akar támadni, szóval nyertünk. Okay. Your orders, noble one. Make camp, men. We rest. Oh, német rómaiakat kiközösítették. Király. Ez nagyon jó. Helyes. Így legalább támadhatom őket, ha minden igaz. Foglalj be Nikóziát. Hát. Ahhoz kéne egy sereg. Két kör még leérünk. Na legyen akkor átképzés. Erre megjelent egy újabb lázadó csapat. Lol. Én is leképzek pár számszeríjást. Plusz Angersből hozok erősítést ide. Legalább három feudálisat. És nyergeletlen, hűbéresi lovagot. Fejlesztett páncélzat. Így a Santiago lovag ugyanolyan erős, mint a lovagrendi lovag. Csak a lovagrendi lovag parancs nélkül is támad. A Santiago lovag nem. De páncélzatban és támad erőben, rohamozásban ugyanolyan erős a Santiago lovag, mint a lovagrendi. Ám bár teljes lemezvért, és akkor teljes lemezvértet kap a lovagrendi lovag is, így még erősebb lesz, így valójában erősebb lesz a lovagrendi lovag. Na de mindegy. Jó, ezt nem még támadják.
Na várjunk. Viszlát. Nyár nincs itt hajója, így nem tud visszavonulni. Akkor Antiókiából menjek Nikózia ellen. Ja, hát miért ne? Megtehetem. Nem tudom, hogy merre vannak a mongolok, de remélem nincsenek közel. Egyelőre. Na jó, körváltás. Á, ott egy eretnek. Meg kéne ölni valahogy. Na várjunk, várjunk, Alexandriát fejlesztjük tovább. Van egy olyan érzésem, hogy még rengeteg támadást fog kapni. Pajzsos számszerű jászok, király. Nem árná, cik, húzzatok innen. Mindegy. Ki kell támadjunk, le kell játsszuk. Spartacusnak hívják az eretnek papot, lol. Spartacus beállt, eretnek papnak. Ez komoly. Az durva. No, tovább fejlesztette Jeddát. Ez tök jó. Ó, kéne egy hajó. Na jó, következő körben. Aha, gondoltam. Ha én támadtam volna ki, akkor lehet veszítettem volna automatikán. Ó, jönnek a milánóiak Marseille-hez. Oké, megjöttek a mongolok. Hát jó. Ez mi? Fejlett lemezvért. Azt mi kapja meg? Teljes... Mi a fene kapja a fejlett lemezvértet? És a Santiago lovag is kap... izét? Nem már. Azt nem tudtam. Most nem figyeltem. És akkor csak a lovag, rendi lovag kapja meg a fejlett lemezvértet? Na mindegy, meglátjuk. A ballisztás torony nagyon kell Antiókiába. Tuti megpróbálják elvenni a mongolok, be kell erősítsük Antiókiát.
Aleppót nem még fejlesztem, mert azt elveszítjük. Nagy rá az esély. Belehalt! Ah! Oh. Nem már, haver! Nagyon gyenge a katolikusság Marrakesh területén. Ó, oh, itt meg egy csapat lázadó. Ah, a Tuareg lándzsás. A Tuareg lándzsások azok írtó veszélyesek. Nem sokára tovább fejlődik. Itt is van némi lázadó, ezeket nyírjuk már ki. Oké. Támadjuk Jeddát. És azt hiszem, hogy kiéheztetem. Ti vissza. Aleppóba nem érek be egy kör alatt. El fog bukni a város. De Antiochia nem veszhet el. De nem ám. Antiochiát nem veszíthetjük el. Nem tudok felvenni még pár gyalogos lovagot? De. 170 dénár. Nem sokára átképzem a sereget. Szicíliai kém. Ja igen, meg fogják támadni Marseille-t. Wow. Csomó számszerű jász. Ó, nem már bejutott. Bár hogyha beüt egy kém a városodba, akkor rosszabb lesz a közrend. Siege, my lord, but God is with us. Na, visszamennek. Mi a fene? Üzenjek hadat nekik? Azt akarom, megtámadjanak valójában. Kereskedő székház Lyonban. Pápa választás, minket választhatok, király. Minket választottak. Arguin végre továbbfejlődik. Pikás terciók. Nem hangzik rosszul. Ó. Elég szar a közrend a Reimsben, ám bár hogyha
ostrom alatt van a város, akkor, akkor nem lázadoznak. Kereskedő Mester C. Kéne nekem most valahogy... 3000 dénár, de hogy? Elfogadjuk, de... Ó, pápai állammal tökéletes a kapcsolatom. És nem tudok keresztes hadjáratot hirdetni, mert korai. Gyertek, buzik! Simán kivégezzük őket. Wow, egy csomó katapult. Erősítés Dijonba, ti pedig a átképzésre haza. Remek. Következő körben megtámadjuk Nápolyt. És eszünk Nápolyt. Ó, oh, már is? Hogy vannak a übéresi lovagjaik. Akkor azért kaptak ilyen jó arányt. Ó! Oh, és a kém kinyitotta nekik a kaput. Bitch! Gyorsan ide, emberek! Tetszik amúgy a spanyol testőrség, tetszik ez a zöldes, sárga, vörös... felszerelés. Nyilván van benne egy kis zöld, egy kis sárga, vörös, eléggé tetszik. Rohamoznak? Ja. Ingadozó. Ajaj, a lándzsásokkal vigyázni kell, mert kurva gyorsan megölik a hadvezéred. Rendkívül veszélyesek a lándzsások a hadvezéri testőrségre, plusz a hadvezére. Ó, hogy itt a hadvezére, oké. Okay. Na valaki vágja le a hadvezérét és kap 100 dénárt. Szép volt, nem tudom ki volt az, de tripla zsoldot kap. Nem tudom, hogy hogy adom oda, de... Na, én odaadnám, ha lehetne. Ha lehetne olyat csinálni, hogy odaadod egy csapat, adsz egy csapatnak pénzt, akkor én odaadnám. Ajaj, az vissza ezeket a nyergletlen hűbéresket be kell keríteni. I pray the course of this battle changes, because defeat seems almost certain. Ezekkel vigyázni kell. Nehéz gyalogság. Ó, el is futottak. Amúgy igaz, hogy a hadvezére meghalt, plusz azért futottak el, mert megtörtek a parasztok is, így leúzták a morájukat. Ez easy win. Ahogy látom. Ezüst gerendás tábornoki testőrségem lett. Ez nem rossz. És győztünk. Ja, ez ennyi volt. The enemy are overcome.
És megint beütött egy kém fenébe. Az a sereg lehet megtámadja Dijont. És harc. Ajjajjaj. Mondjuk a legjobb legjobb felszereléssel rendelkeznek a lándzsásaim és a számszerijászaim, ha minden igaz. A számszerijászoknak azt hiszem csak ezőszintű felszerelésük lehet, ám bár ebben nem vagyok biztos. A lándzsásoknak aranyszintű van, szóval ennél jobbat már nem kaphatnak. Páncélzatot. Lándzsákat még kaphatnak. Újabb és jobb páncélzat, és lándzsa kard. És igen, lándzsa kardjuk nem lehet. Lándzsásoknak, azért lándzsások. Azért lándzsás a lándzsás, mert nem lehet kardja. Vicces. Na jó, kerüljük meg őket. Én azt hiszem, hogy igen, csak ennyi a felszerelés. Ennél jobb páncélzata nem lehet a számszerélyásznak, csak ezüst szintű. Ó, már is. Ez az egy, ami nagyon tetszik a MediaWall 2-ben, hogy minden egyes fejlesztés meglátszik az egységeken. Ugyanúgy, hogyha a kartfejlesztést fejlesztesz, vagy lándzsa fejlesztést, akkor a lándzsa egy kicsit másképp fog kinézni. Szóval lehet látni, hogy a lándzsán van egy ilyen kis gyengébb acélhegy, vagy vashegy, ami rá van illesztve a fára, a lándzsára ugyebár. De hogyha van egy fejlesztés rajta, akkor egy sokkal nagyobb lándzsa vég lesz rá illesztve a lándzsának, és a fának a végére is. Akkor ez az egy, ami rendkívül tetszik a MediaWall 2-ben, hogy minden egyes kis apró fejlesztés meglátszik az egységeken. Szóval páncélfejlesztés, fegyverfejlesztés, lándzsafejlesztés, kardfejlesztés, ez mind látszik. Szóval az alapkardokat, amiket használnak, mint például ezek a kopják, ugyebár most... szintén a kopják is ugyanúgy néznek ki, mint a lándzsák, csak ugyebár egy kicsit vastagabb, hosszabb. És lehet látni, hogy az acél, ami rá van illesztve a fára, az ilyen kicsit kisebb. De hogyha lesz majd fejlesztése, akkor sokkal nagyobb lesz, és sokkal nagyobbat tudnak vele sebezni. Sokkal erősebb lesz a rohamozásuk is, ha minden igaz. Már rohamozások nem biztos, de... a támadó erejük sokkal erősebb lesz. Szóval minden egyes kis fejlesztés meglátszik a játékban. Ez az egy, ami rendkívül tetszik. Ez annyira hiányzik az újabb Total War-ban. Se Rome 2-ben, se Attila Total War-ban, se Warhammer-ben. Mondjuk Warhammer-ben azt hiszem nem is lehet fejleszteni páncélzatot. De se Rome 2-ben, se Attila Total War-ban nem látszik meg azt, hogy fejlesztés, vagy fejlesztett fegyverzetet vagy páncélzatot. Mert kipróbáltam, és... ugyebár volt egy alapszintű felszereléssel rendelkező légionáriusom, meg volt egy hármas szintű páncélzattal rendelkező légionáriusom, és ugyanúgy nézett ki, mind a kettő. Szóval nincs különbség a kettő között, nem látszik az, hogy fejlesztesz rajta valamit, vagy nem. És ez az, ami abszolút kiborít. Szóval a régebbi Total War-okban, mint például a MediaWall 2-ben lehet látni, hogy nagyon szép felszereléseket kapnak a katonák, és ez meglátszik. Szóval nem csak hozzáadja a támadó erejükhöz, vagy a védekező képességhez, vagy a páncélzatod azt, hogy plusz két páncélzat, mert van rajta egy kettes szintű páncélzat, hanem meg is látszik az rajta, hogy fejlesztett páncélzattal rendelkezik. Ezért annyira jó a MediaWall 2, azért annyira szép a játék. És ezt nem értem, hogy mi a fenének nem csinálták meg az újabb Total War-ban, és hogy szépen látszódjon az, hogy fejlesztettem azon a páncéllal, és nem ugyanúgy néz ki az egység. Ez az, ami nagyon zavaró az egészben, hogy egyszerűen erre ez nagyon hiányzik. Amúgy ez a terep, ez valami elképesztően jó nekünk. Szóval ők onnan lentről nem igazán tudnak ránk lőni. Mikor pedig valaki feljön és kidugja a búráját, a számszerélyászaik egyből le is lövik. Ez a legjobb az egészben. Na de visszatérve a páncélzatokra, rendkívül szép páncélzata van a játéknak, és nagyon szép grafikával rendelkezik. Ahhoz képest, hogy milyen évjáratú a játék, a grafikája tökéletes. Szóval a grafikájára nincs mit mondani, most szar, mert egyáltalán nem az. Az újabbi Total War-okhoz képest kiváló a grafikája.
Az újabbi Total War-ok nem arra törekednek, hogy jobb legyen a játék és kinézzen valahogy, hanem mindig csak grafika, grafika, grafika. De nem értik meg azt a készítők, hogy ez a grafika, amit a Media War 2 nyújt, ezen még egy kicsit kéne változtatni, és tökéletes. Ennél jobb már nem kell. Nem StarCraft ez basszus, meg nem a Blizzard, a Creative Assembly, nem a Blizzard, hogy szebb trailereket készítek, mint amit a valóságban nem látsz, szóval szebb a fű mozgása, szebb a videókban, mint a valóságban. A Total War-okban ez nem kell, nekünk nem az kell a Total War-osoknak, hogy szép grafika legyen, nekünk az kell, hogy az egységek jól mozogjanak, jól harcoljanak, látványosak legyenek, és az AI ne legyen hülye. Ennyi kéne. De ezt nem akarják megérteni a készítők, hanem és mindig csak a grafikát fejlesztik. De nem értik meg, hogy nekünk nem az kell. Egy Total War-ban nem a grafikát kell fejleszteni, mert egyszerűen mikor Total War-ozol, és egy mint például én, aki ugyebár legnehezebb fokozaton játszok mindig, nincs időm arra, hogy csodálkozzak a katonákban, meg a fű részletességben, meg ebben a hülyeségben, amire ők rágyúrnak, hogy minél szebb legyen. Arra nincs időd. Hogyha tényleg szép grafikát akarsz látni, akkor nézzél Blizzardot, videókat, meg StarCraftot, meg ilyenek. Abban láthatsz szép grafikákat. De Total War-ban erre nincs időd, mikor nagyban csatázol. De ezt nem akarják megérteni, de nem tudom miért. Rengeteg itt a lándzsás. És kezdünk kifogyni a lőszerből. Na jó, kerüljünk a számszeríjászok hátába. Szerintem a hadvezéri testőrségem simán levágja ezeket a számszeríjászokat. Vagy nem. Jó lenne megtörni ezeket a számszeriászkot és mindegyiket megölni. Na támadjuk le őket. Először rájuk küldöm a gyalogságot. Kicsit leúzza a morájukat. És akkor egyből a lovassággal a hátukba kerülünk. Ám bár, lőnek ránk. Mondjuk itt a gyalogságunk. Plusz ugyebár közben nyílzáport is nyomunk rájuk, és ez a végeredmény. Kb. Erre számítottam. Annyi az egész, hogy nagyon jó felszereléssel rendelkeznek a katonák, így jól bírják a lövéseket. Így a számszerigyászaik kevesebb veszteséget tudnak okozni. Mivel a legerősebb felszerelést kaptak, amit lehetett a lándzsás milicisták. Ennél jobbat már nem kaphatnak. És ahogy látom, meg is tört az összes számszeríjász. A lándzsásokkal pedig nem akar támadni. Ám bár, szerintem azért, mert túl sok katonát küldött vele egy létrán, és akkor ugyebár megvan szabva az, hogy mennyi katona mehet fel egy fal részre, és ha túl sok van, akkor nem még tudnak fölmenni. És ugyebár páran fölmentek, a fele meg lent maradt, így az egység, a gépár nem tudja irányítani őket, mert ő mind fel akarja küldeni, de nem tudja felküldeni, mert már túlságosan tele van a fal. És emiatt bugolnak be az egységek.
általában. Nem engedi meg azt a játék, hogy egy fal részre felküldj 1000 embert, mert egyszerűen nincs, hogy elférjen annyi valójában. Jó, elcsapták az egészet egy rohammal. Ám bár, hogyha hozzáérek ezekhez, akkor lehet, hogy megindulnak, mert lejönnek, vagy valami ilyesmi lesz. Jó lenne megölni mindegyiket, az egész sereget pusztítsuk el, azt húzzanak a rákba innen. A spagetti evők. Jó, ne, hadd vezér! Na már pont te bugoltál oda. Ja, látjátok, meg is indultak, erről beszélek. Kicsit lökni kellett rajtuk, úgymond egyet. Induljatok már meg. Ja, nem már. Értek már, ti hülyék. Az a baj, jó pár láncsásomat, vagyis a lovasomat megölik. Ha támadok, lehet lenyomnának. Mivel nekik is van fejlesztve páncélzat, ahogy látom, ezüst szintű páncélzatuk van. Aha. Jaja, ezüst szintű a páncélzatuk. Van láncing és ilyen fejvédő. Nekem pedig aranyszintű, mivel az aranyszint az azt jelenti, hogy van egy komolyabb sisakjuk, meg komoly láncing és pajzsok. Még azt hiszem, hogy ha jól tudom, még a pajzsok kinézete is változik a fejlesztéssel. Nem csak a felszerelésük, a testpáncél, a sisak, hanem a pajzs kinézete is másképp lesz. De ebben nem vagyok biztos. Másképp fog kinézni. Na de hát még lejár az idő, addig felvétel leáll, mivel ezek nem akarnak támadni. Meg nem akarok támadni, mert veszítek. Vagyis sok katonán meghalna és lehet veszítenénk. Ó, kis srácok, hát nagyjából lejárt az idő és győztünk. A serege felét megöltük. Legalább a katapultok, a trebuség és a számszeriászok elvesztek, ami jó. Ezek hazamennek, az kész. Kéne képezzek egy jó kis sereget, ilyen milicista sereget, és letámadni a milánóiakat. Annyi az egész, hogy a milánói frakciónak, már, vagyis nem csak a milánói, az itáliai frakciónak inkább, frakcióknak, van a legerősebb milicista seregük. Szóval egyetlen egy nép sem tud képezni olyan erős milicista sereget, mint az itáliai frakció. Ja igen. Kereskedő C székház. Lássuk, mit ad. Kereskedő áron mennyiség növekszik, kereskedő lovas milicista érhető maximum 4 és plusz 1 tapasztalat. Hát, nem nagyon használjuk őket, de azért köszönöm. Legalább van. Rendes, hogy adták. Kár, hogy a mongolok nem akarnak támadni. Na ja, ide még kéne némi egység. Lovagrendi lovag. Legyen egy lovagrendi lovag, egy számszeríjász. Ja. God will see justice served in our battles. I seek an honorable engagement, dear foe. A Santiago-i lovagjaimat nem tudom átképezni. Parasztnak van 4-es támadó ereje. Az szép. Ó, oh, nem már. Fenébe. Nem tudok támadni. Your orders, noble one. Yala, my sultan wishes you dead. Mongolok meg nem akarnak támadni. Köcsögök.
Szép volt. A gyereknek papot megégettünk. Na, keresztes hadjárat. Még mindig korai. Hát pedig jó lenne. Ja, igen, ez a sereg, vagy sereg, ez a csapat vissza ide. Ezeket ki kell végezzük. Na jó, körváltás. És megtámadja Dijont. Még jó, hogy küldtem erősítés Dijonba, Párizsban pedig járvány. Az gáz. Az angolok szerintem most már meg fognak támadni, szóval... Angersből megtámadjuk Cayenne-t. Úgyis elkészült a sereg nagyjából. Kemény egy dénárom van a kincstárban. Hát azt nem nehéz megszámolni. Nem már, eladtad magad, te köcsög. Átállt a nácikhoz a gyökér. De köcsög vagy. Tényleg a lovagrendi lovag, vagyis a nyergeletlen lovagrendi lovag mindössze egy páncélzatban erősebb, mint a nyergeletlen hűbéresi. És 40 dénárral drágább, mint a nyergeletlen hűbéri lovag. Szóval valójában a két egység ugyanolyan erős, csak egy páncélzatban jobb. Ám bár az az egy páncélzat is sokat számít, szóval... na. Valójában az nagyon sokat számít, az az egy páncél. Antiókiában kifejlesztem a páncélzatot. Ha jönnének a mongolok. Na jó, támadjuk meg akkor a... Nápolyt. Jedda még 5 körig bírja. Hát az jó sok. Ó, na végre mongolok. Az a baj, hogy sok helyen védtelenül állunk. Nagyon védtelenül. Le kell képezzek egy csomó katonát. Ugye már szerintem megindulnak Damaszkusz felé. Jeruzsálem, Akkon, Gáza, ez mind védtelenül áll. Hiába várom őket izénél, Antiókiánál, ha nem oda jönnek. Jó, egy csomó íjász, meg paraszt. Na jó, legyen egy körváltás. Azt hiszem nem, mert zárom a videót. Ja, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!